Tolnai Kumunk és kiemelkedő nemzeti értékünk névadó otthonának területén vagyunk. Természetesen a Gyulai Dámra gondolok, ami az egyik legfontosabb, legmeghatározóbb nagyvadfaja Magyarországnak. Érdekesség, hogy a jelenlegi világranglista 51. trófeájának a 60%-át a gyulai dámlapátok adják, ugye ez erről a területről származik. Mi most azonban nem a nagyvadakkal fogunk mai műsorunkban foglalkozni, hanem egy kicsit jobban megismerkedünk Gyulai községével. Jöjjenek velünk! Egy falu a sok közül, de az egyetlen a sok között, írja Bazsonyi Arany festőművész Szülőföldemről című művében. Bazsonyi Arany a falunk szülötte, és egy híres festőművész, és itt is vannak neki képei nálunk. Nagyon büszkék vagyunk rá, és ebbe a helyiségbe tartjuk a képviselőtestületi gyűléseket, és ha bármilyen összejövetel, ünnepség, vagy ilyesmi, és ha elférünk ebbe a helyiségbe, itt tartjuk általában. Az önkormányzat dísztermében vagyunk, ezeket a festményeket maga Bazsonyi ajándékozta a településnek, igazi kincsek köszönnek vissza a falakról körben. A település nem reklámozza és nagy hírverést sem csapott a képek köré, ezért lehet, hogy sok a művészetekben jártas szakember sem tudja a mai napig, hogy a festőnő életművének egy darabja Gyulaira szállt örökül. Van nekünk itt egy alapítványunk is, ami egy Bazsonyi Arany ösztöndíjunk is van. Itt a jó tanuló gyerekek olyan anyagi helyzetben vannak, hogy nem tudnak tovább menni esetleg, vagy segítség kell a továbbtanulásokhoz, akkor minden évben ebből az ösztöndíjból vannak támogatva ezek a gyerekek. Elmerülünk a képekben, megragadva az alkalmat, hiszen ezeket a festményeket csak itt, Gyulai önkormányzati épületében láthatja a közönség. Gyulai zsákfalu nagyjából félúton Siófok és Dombóvár között alig több mint 1000 lakosa van. A község nevével 1357-től találkozunk írásos emlékekben. Gyulai ez egy nagyon régi település. Két névből állt össze, Gyulai és Jovánca, vagy Gyula és Jovánca volt, és akkor a J betűből lett a végén a Gyulai. Lett ez a két részből át. A jovancai rész volt az a felső magyar utcai rész, ez a másik rész, ez meg a Gyulai, és akkor így jött össze a kettőből, lett a Gyulai. A mai lakosok tömör egyszerűséggel határozzák meg, pontosan meddig is tart a valamikori határ. Amíg van bor, addig Gyula, ahol elfogy, az már Jovánca. Ebben a humorosnak tűnő megfogalmazásban fontos népi tapasztalat bújik meg. A két eltérő népességű település gyulai részén a mezőgazdasági termeléssel, szőlőtermesztéssel foglalkozó magyarok, Jovancán pedig a kevésbé letelepült életmódot folytató, állattartó rácok közötti életmódbeli különbség lényegét fogalmazták meg így. Itt vagyunk majdnem a falu központjába, ennél a felújított keresztnél, és ezt a keresztet most a falunapon szenteltük fel, és akkor adtuk át, most lett felújítva, és ennek a felújítását egy szobrász, fiatalember, egy szobrász, hát művésznek lehet nevezni tényleg, mert gyönyörűen megcsinálta ezt a keresztet, és ő adtuk át, és ennek a finanszírozását, az anyagi részeit azt a Szociális Szövetkezetnek a vezetője, ő finanszírozta, és nagyon szépen meg is köszöntük nekik ezt a munkát. Igen, ez a keresztet Klambauer István állította Felszőlőhegyen. 82-ben lett behozva ide a községbe, és akkor lett ide felállítva ez a kereszt. Amit a falu asszonyai serényen gondoznak ma is. Pünköstkor szoktak még kijönni a kereszthez, Kálvária ide-oda, meg a Szentkúthoz. Az is van egy ilyen Szentkút, de az is olyan megközelítetlen állapotban van most, mert földes út vezet oda, ebben a nagy sárba meg nem is lehet kimenni. A Szentkút ott van egy forrás, már a kút adja is ezt a... És ott annyira jó a vize, annyira egészséges, meg annyira jó hűs, meg annyira kellemes. Ott is van egy kápolna igaziból, és ott van alatta a forrás, úgyhogy oda is szoktak kimenni. Igaziból, ha az idő engedi, meg én ünnep van, akkor ott tartanak misét. Mivel a forráshoz nem tudunk most az útviszonyok miatt ellátogatni, megyünk tovább, megyünk is, hiszen a java azért még hátra van.
készülnek a jóváncai hétpecsétes termékek. Az asszonyok az első megyszállítmányok egyikét dolgozzák fel, ennek van most a szezonja. A növénytartósító üzemközösségi alapon a Gyulai 77 határ szociális szövetkezet keretei között üzemel, tagjai Gyulai község önkormányzata és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat is. A közösségi gazdasági kezdeményezés évek óta szép fokozatosan épül fel Gyulajon, kettős célt szolgál. Egyrészt vissza akarják adni a faluban a sertéstartás és háztáji kertészkedés értelmét, másrészt kiváló minőségű, a hagyományos ízvilágot visszatükröző, mégis egyedi fűszerezésű termékcsaláddal többletforrás szeretnének behozni a településre. Itt készülnek az önkormányzat által is, meg máshonnan is vásárolt zöldségek, gyümölcsöknek a feldolgozása. Itt az a fő különlegessége, hogy itt tartósítószermentesen rakják el ezeket a dolgokat, és a különlegességeket, levendula szörpöt, bodza szörpöt, meg ilyeneket is készítenek, és ezeket a dolgokat, mikor ennek lejárt a szezonja, akkor jönnek a savanyúságok, uborka. És lecsó, meg alma, paprika, cékla, különböző szószok, csátnik és lekvárok. Az alapanyagot, zöldséget, gyümölcsöket az önkormányzat közösségi kertjeiben termelik, de környékbeli gazdáktól is vásárolnak szép számmal. De ezzel még korán sem ért véget a hétpecsétes termékpaletta. Húsfeldolgozással is foglalkoznak itt. Az önkormányzatnál hízlalunk sertéseket, és azokat, azt az összeset, amit mi hízlalunk, ők itt feldolgozzák. Tőkehús is készül belőle, meg szalámi, kolbász, meg mindenféle sonka, töpörtyűtől kezdve hurka, amit éppen el lehet képzelni egy sertésből. És ha az önkormányzat nem elég, akkor máshonnan is felvásárolnak állatos sertéseket, és akkor azt dolgozzák fel. Úgyhogy volt egy bolt Dombováron, nagyon jó, szuper áll, de itt az átalakítások miatt azt meg kellett szüntetni nekik, de most folyamatban egy másiknak a beszerzése, föltérképezése és egy beállítása, meg nagyon sok Pesten nagyon sok mindent elvisznek, meg oda a környező községekbe és különféle üzemekhez, intézményekhez. Mintha nagymamám télire elrakott savanyúságait és szörpjeit látnám a féltve őrzött spájz szentélyében. Itt persze nagyságrendekkel több a kínálat, no és a mennyiség is. A raktárhelyiségben szép sorba állítva hívogatóan kacsingatnak az üvegekbe töltött legkülönfélébb egészséges finomságok. Itt a raktárban, mint látjuk, eléggé tényleg fel van halma sok minden, úgyhogy hála Isten tényleg sok mindent tudtak készíteni. Itt a fölül ott ha ezeket a polcokat megnézzük, itt tisztán lehet látni ezeket a káposzta, ilyen vegyes káposztákat csináltam a üvegbe, akkor ezekbe a kisebb üvegekbe, ezekbe ilyen grillezésekhez, meg ilyen különféle ízesítési csatnikat is készítenek, ami szintén ahhoz való, akkor, mint látjuk, céklát. Itt is, ez is a cékla, ezek is, hát, mint már említettem, ez mind ilyen tartósítószermentes, úgyhogy nagyon jó, hogyha ott lejjebb megyünk a polcra, akkor ott látjuk, hogy van uborka, savany uborka is eltéve, nagyüve cékla is, a nagyobb üzemeknek, meg konyháknak ilyen nagyobb tételbe, nagy üvegbe vannak mind eltéve ezek a dolgok. Akkor van itt a kis hagymától, a savanyú hagymától kezdve tényleg minden, amit el lehet képzelni, majdnem az minden előfordul itt, hogyha fölmegyünk oda a polc tetejére, oda a fal mellé, ott vannak a szörpök, ott van bodzaszörp, meg arrébb a levendulaszörp, úgyhogy tényleg van mindenféle, ezekkel majd, termékekkel majd mennek, lesz Pesten is egy kiállítás, egy ilyen nagyobb kiállítás, ha Vajda miadó árba szokott lenni minden évben eddig, de most átköltözik egy másik, ott is részt szoktunk venni. Mindig részt veszünk, hogy ott is nagy tetszést adat általában. Fájó szívvel, de itt kell, hogy hagyjuk a feldolgozó üzemet. Vár ránk Gyulai útunk utolsó mostani állomása, ami szintén a szövetkezet munkájához kapcsolódik. Ezt az ódonházat két évvel ezelőtt vásárolta meg a falu vezetése. A telek szépen karban tartva, látszik, hogy jó gazdára lelt az önkormányzatnál. Természetesen a cél már akkor megfogalmazódott. Egy kicsit körbenézünk odabent is.
Egy idős néni lakta a házat, közel 3 éve már, hogy elhunyt, mégis mikor belépünk a szobába, mintha csak kiszaladt volna valamiért a boltba, vagy éppen a kertben dolgozna, kihasználva az elmúlt napok forrósága utáni enyhülést. Az önkormányzat még nem nyúlt hozzá a lakóépülethez, minden úgy van, ahogy itt maradt a néni után, egyelőre szellőztetni és pókhálózni járnak le. Az önkormányzatnak hosszabb távú terveiben szerepel, hogy felújítja a házat, egyelőre azonban a forrás még hiányzik hozzá, viszont a telken hamarosan kezdődnek az építkezések, átalakítások. Itt vagyunk ebbe az udvarba, ahol még a régi dolgok látszanak itt az udvarba, de itt el fog készülni a top 1.13-as pályázatunk nyerteseként. Itt egy 300 négyzetméteres ilyen feldolgozó hűtőház és tároló helyiségek. És ezt abból a célból szerettük volna, vagy szeretnénk megépíteni, hogy a környező települések, falvak, meg a lakosságnak, amit felesleget megtermelnek a mezőgazdaságban, a kerti növények, paprika, zöldségfél, paprika, hagyma, paradicsom, stb., meg a gyümölcsök, itt gondolok eper, megy, meg ilyesmire, annak a tárolására addig lehetne itt tárolni, amíg esetleg megfelelő piacot nem találnak rá. Mekkora összegről beszélhetünk? Itt 98 millió forintot nyertünk ezzel a pályázattal, úgyhogy reméljük, hogy belefér minden. Az első nekifutása egy kicsit több volt, de valamennyit csökkentenünk kellett valamennyi összeget, és így az eszközökből próbáltunk módosítani, abból vettünk ki, és így talán bízunk benne, hogy össze fog állni, és működőképes lesz ez a kis hűtőkomplexum. Mikorra várható? A kivitelezés vége, hát igaziból 2000, most elkezdjük, mert az utolsó mérföldkő az június 30, és az első mérföldkő június 30, és igaziból, most nem tudom, lehet, hogy csúszni fog, de úgy volt betervezve, hogy december 31-ére át lesz adva ez az üzem. Bízom benne, hogy mai műsorunkban is olyan értékeket tudtunk felvonultatni most éppen Gyulaj településről, ami önöknek is újdonság volt, nekünk mindenképpen. Nagyon élveztük az itt eltöltött időt, és egyet megígérhetek, mi biztosan visszatérünk majd a pazar dombok közé Gyulajra. Most azonban lassan ránk szakad az ég, úgyhogy megyünk tovább. Viszontlátásra!